Nehéz mérkőzésre számítottak Nagykőrösön a cápák, és nem is csalódtak a vendégek a hazai pályán még veretlen ellenfél otthonában. A hóhelyzet ellenére útnak induló nyíregyháziak beragadtak a rajtnál, aztán futhattak az eredmény után. Két negyedet követően 11 ponttal vezetett a Nagykőrös, de a folytatásban elkezdett zárkózni a Blue Sharks, sőt 84-83-ra már a végül egyaránt 32 pontig jutó Busz és Stojanovic által vezérelt nyíregyháziak vezettek. 90-92 után viszont már csak a hazaiak szereztek kosarat, így 6 pontos vereséggel térhettek haza Nagykőrösről a kékcápák. Sajnos nem úgy kezdtük el a találkozót megint, ahogyan kellett volna. 10-1-re vezetett az ellenfél, és adtunk nekik egy olyan előnyt, amit utána nem tudtunk ledolgozni, sőt az első fél időben ez 17 pontra is növekedett. Nagyon jól dobott az ellenfelünk, ez nem kérdés, de alapvetően azért, mert hagytuk őket, és mi nem voltunk hajlandóak olyan szinten küzdeni, ahogyan egy ilyen mérkőzésen kell. Van olyan szituáció, amikor nem elég szépen játszani, hanem én azt mondtam a srácoknak, hogy le kell menni kutyába, de meg kell csinálni az alantas, nehéz munkát is, és olyan mérkőzéseket kell hozni, amik előnyt jelentettek volna a többiekkel szemben. Ugye Nagykőrösön nem győzött még ebben a bajnokságban senki, hogyha mi győztünk volna, akkor ez mindenkivel szemben előnyt jelenthetett volna, de sajnos ezt nem tudtuk megtenni. A forduló további eredményei a következők: PVSK Békés 107-80, Vásárhelyi Kosársuli Budapesti Honvéd 89-75, Veszprém Vasas 83-61, Győr Tehetséges Fiatalok 61-64, Oroszlány Miskolc 81-62 és Bonyhád MTK Török Bálint 49-91. A tabella élén az Oroszlány áll 19 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 16-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet és a 15-7-tel álló Tehetséges Fiatalokat. A Nyíregyháza Blue Sharks 14 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget. A kékcápák pénteken a 12. helyezett Hódmezővásárhelyt fogadják. Sitko Ernő elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy érvényesítsék a papírformát. Egyszerűen jobban kell küzdeni, és meg kell érteni, hogy folyamatosan fejlődni kell, az kevés, hogyha megpróbáljuk megőrizni ezt a szintünket. Kezdem azt érezni, hogy így ezekkel a lehetőségeinkkel lassan elérjük a teljesítőképességünknek a tetejét, ha nem akarunk tovább fejlődni. Ezt a játékosoknak is meg kell érteni, hogy fejlődni kell, tovább kell lépni, és akkor jobb eredményeket tudunk elérni, de ez nem kérdés, hogy a Hódmezővásárhely csapatát itthon minden körülmények között meg kell vernünk. A Nyíregyháza Blue Sharks Hódmezővásárhely mérkőzés pénteken 16 órakor kezdődik a Continental Arénában.